Üdvözöllek benneteket a RetroTech Hungary YouTube csatornáján. A mai epizódban ismét erősítőt fogok tesztelni, mégpedig az SMSL AO200-as integrált erősítőjét. Az erősítő egy nagyon jól felszerelt darabnak tűnik, sok remek funkcióval, és mivel egy D-osztályú erősítőről beszélünk, ezért a teljesítménye is megfelelő lehet nagyon sokféle hangsugárzó meghajtására. Én már régebb óta használok egy hasonló integrált megoldást az SMSL-től az A6 képében, ami egy nagyon szerethető hangú darab, köszönhetően az Ice Power végfokmoduloknak. Ezúttal az SMSL választása a német Infineon cég végfok IC-ire esett, úgyhogy arra is kíváncsi leszek, hogy milyen különbség van a kettő erősítő között. Ezt és sok más további részletet ki fogunk deríteni rögtön a főcím után. Ezt az erősítőt az Aoshida Audio nevű cég küldte nekem tesztelésre. A cég az egyik vezető értékesítési platformja a távol-keleten tervezett és gyártott erősítőknek, DAC-oknak, streamereknek, fejhallgatóknak, kábeleknek és egyéb hifi kiegészítőknek. Természetesen a világ minden tájára kiszállítanak a webshopjukból, garantálva a termékek 100%-os eredetiségét, a legalacsonyabb árakat, valamint az 50 napos elállási jogot és a 2 éves bolti garanciát minden náluk forgalmazott termék esetén. Olyan gyártók találhatók meg a portfóliójukban, mint például a Topping, az SMSL, a Cord, az EUN, az LKS vagy a Gustard. Az ebben a videóban tesztelt SMSL AO200-as erősítő termékoldalának a linkjét és a cég honlapjának a linkjét természetesen megtalálhatjátok a videó alatti leírásban. Érdemes szétnézni az oldalon, mert kétségkívül van egy-két nagyon finomnak látszó darab a kínálatukban. Az erősítő ezúttal is egy egyszerű fehér kartondobozban érkezett, amely jól ki volt bélelve. A dobozban az erősítő mellett minden szükséges tartozékot mellékeltek. A használati utasítás mellett így megtalálhatunk egy standard IEC tápkábelt, egy távirányítót, a Bluetooth antennát és egy USB-A kábelt, hogy az erősítőt számítógépre vagy streamerre is köthessük. A távirányító két darab AAA-s ceruzaelemmel működik, amelyet nekünk kell beszereznünk hozzá. Az AO200-as dizájnja tipikus SMSL forma a lekerekített oldalakkal és a masszív felépítéssel. A ház alumínium ötvözetből készült CNC megmunkálással. Az SMSL AO200-as az SMSL A6-hoz hasonlóan egy nagyon kellemesen kinéző matt fekete festést kapott, ellenben a felülete nem annyira porózus, mint az A6-osnak, ezért nem vonza olyan penetráns módon a port. Az előlap nincsen túl bonyolítva. A középen található multifunkciós tekerőgombon kívül egy kontrasztos színes kijelzőt találunk még a jobb oldalon, amelybe integrálták a távirányító jelét is fogadó infravörös érzékelőt. Sajnos ezúttal a fejhallgató kimenet lemaradt az előlapi funkciók közül. A hátlapon már sokkal nagyobb a nyüzsgés. Bal oldalt találunk egy teljesen szimmetrikus XLR bemenetet neutrik ajzatokkal, egy pár szabvány RCA bemenetet, egy pár RCA mélynyomó kimenetet, a Bluetooth antenna csatlakozóját, egy USB-A ajzatot, a hangszórók csatlakoztatására szolgáló terminálokat, amelyek banándugókat, villáscsatlakozókat és csupasz vezetékeket is képesek fogadni, végül a jobb szélre került a szabvány IEC tápcsatlakozó ajzat az integrált bekapcsoló gombbal. Aki esetleg látta a Topping D30 Pro-ról készült videómat, az már sejtheti, hogy nem a kedvencem ez a fajta megoldás.
Az erősítő menürendszere logikus felépítésű. Az első menüpontban a 4 bemenet között váltogathatunk. A második menüpontban 6 gyárilag beállított hangszínprofil közül választhatunk, illetve teljesen kikapcsolhatjuk az EQ-t, vagy magunk állíthatjuk be a mély és magas hangok mennyiségét plusz-minusz 10 decibeles tartományban. Ezt a funkciót egyébként közvetlenül a főmenüből is elérhetjük. Nagyon kellemes feature az úgynevezett kapcsolható soft clipping funkció. Ez gyakorlatilag akkor jön jól, ha lepadlózzuk az erősítőt, úgyhogy azt folyamatosan torzításig vezéreljük. A soft clipping egyfajta limiternek tekinthető, ami folyamatosan figyeli, és olyan mértékig korlátozza a kimenő teljesítményt, hogy csak nagyon kismértékű legyen a túlvezérlés miatti torzítás. Mivel a túlvezérlésből eredő torzítást nagyon nem szeretik az erősítőre kötött hangsugárzók, ezért ezt tekinthetjük egyfajta házi buli módnak. Természetesen az emberi butaság ellen semmilyen funkció nem véd, tehát továbbra is arra ösztönöznék mindenkit, inkább figyeljen a hangerőpoti állására. A következő menüpont segítségével azt állíthatjuk be, hogy mennyi idő elteltével aludjon el a kijelző, vagy hogy az inkább folyamatosan működjön, végül pedig az utolsó menüpontban a kijelző fényerejét állíthatjuk be 6 fokozatban. Ebben a kategóriában teljesen szokatlan a teljesen szimmetrikus bemenetek használata, szóval ez is egy kellemes meglepetés. Így végre alkalmam nyílt rá, hogy a Topping D30 Pro DAC-omat le tudjam tesztelni teljesen szimmetrikus és aszimmetrikus bekötéssel is. Továbbra is az a véleményem, hogy a Topping remek munkát végzett, mert legalábbis ezzel az erősítővel nincs fundamentális különbség a két csatlakozási mód között, habár mintha egy igen hangyányit több részletet mutatna meg magából ez a DAC, ha az XLR összeköttetést használjuk, de nem lesznek miatt a álmatlan éjszakáim, hogyha továbbra is csak az RCA kábellel tudom rákötni azt az erősítőmre. Ha választhatnék, akkor lehet, hogy inkább az XLR bemenet helyett egy fonó bemenetnek jobban örültem volna, hiszen így aki egy lemezjátszót is beszeretne kötni a rendszerébe, annak több opciója maradna. Az SMSL AO200-as összesen 2 digitális csatlakozási lehetőséget nyújt. Egy Bluetooth 5.0-as vevőt, amelyhez gyorsan és stabilan lehet csatlakozni, akár nagyobb távolságokból is, illetve néhány téglafal sem akadály, valamint egy USB-A csatlakozón keresztül számítógépre vagy streamerre is köthetjük azt. Az USB-A csatlakozón keresztül ez az erősítő képes pendrive-ról is zenét lejátszani. Én MP3-akkal, FLAC, illetve WAVE fájlokkal teszteltem. Sajnos az erősítő csak a CD minőségű, veszteségmentes forrásokat képes ilyen módon lejátszani. Nem találtam semmilyen információt arról, hogy milyen DAC chipet épített be az SMSL ebbe az erősítőbe, és az erősítőt szétszedve sem bukkantam semmilyen dedikált DAC chipre, ezért gyanítom, hogy a digitális analóg átalakítást az erősítőt vezérlő HK32 F103 VLT6 jelzésű ARM magos mikrokontroller végzi. Ez azt is jelenti, hogy nincs dedikált ESIO driver, tehát Windows alatt nincs bitperfect zenelejátszás. A Volumiot működtető Linux rendszer alatt pedig az ALSA paramétereit lekérdezve nem láttam 16 bit 48 kHz-nél nagyobb felbontást, tehát ez az erősítő minden olyan forrást, ami ennél nagyobb felbontással rendelkezik, újra mintavételezve kap meg. Az erősítő természetesen ezt leszámítva stabilan és hibátlanul működött, mind Windows-os PC-re, mind Volumio-ra, mind pedig Rune végpontra kötve. Nagyon kellemes funkció a mélynyomó csatlakoztatására alkalmas kimenetek megléte, hiszen sokan közületek gondolkodnak 2.1-es rendszer képítésében. Ez igazán akkor ütne nagyot, ha az erősítő alkalmas lenne arra, hogy a hangsugárzók felé be lehessen állítani a kívánt keresztváltási frekvenciát, így biztosítva azt, hogy ha már van különálló mélynyomó a rendszerben, akkor a hagyományos hangsugárzók ne legyenek feleslegesen terhelve a mélyhangokkal, amelyeket amúgy is sokkal esetlenebbül tudnak megszólaltatni egy szubládához képest, és így tovább finom hangolva az egész rendszert, összességében
sokkal jobb hangminőséget érhetnénk el. Ehhez semmi más nem kellene, mint egy felhasználó által szabadon beállítható crossover frekvencia, ami alatti hangokat az erősítő kiküldi a szubládák felé, és amely feletti hangokat pedig például a polc sugárzóinknak. Természetesen ennek a hiányában is nagyon jó gondolat a szubláda kimenetek megléte, de ezzel a funkcióval teljes kontrollunk lenne a hangsugárzóink felett. Továbbra sem értem, hogy miért kell egy bekapcsoló gombot egy hifi eszköz hátlapjára rakni, amikor annyi hely van az előlapon neki. Ez az álláspontom nem változott a Topping D30 Pro tesztje óta. Annyiból más a helyzet az SMSL AO 200-as esetében, hogy itt a kapcsoló horizontálisan van elhelyezve és sokkal nagyobb a mérete, ezért ha egy nagyobb átmérőjű IEC dugóval használjuk ezt az erősítőt, akkor sokkal egyszerűbb ezt a kapcsolót kapcsolgatni, mint a Topping esetében. Ahogy a Toppingnak is, az SMSL-nek is azt javasolnám, hogy rakják azt a bekapcsoló gombot a készülék előlapjára, oda, ahová az való. A következő dolog, ami nem tetszett, hogy az USB-A csatlakozó hajzat túl közel van a Bluetooth antenna kimenetéhez, ezért vaskosabb pendrive-ot nehéz csatlakoztatni az erősítőre. Esetleg, ha az XLR ajzatok helyett kaptunk volna inkább egy rendes RCA bemenetet, akkor lett volna hely máshol a Bluetooth antennának, és akkor nem lenne ennyire szűkös a hely ennek az USB ajzatnak. További kritika illeti azt a tényt, hogy itt van ez a tényleg nagyon jó minőségű kijelzőnk, és nem használjuk ki a lehetőségeit. Például MP3 lejátszás közben szívesen látnám rajta az éppen lejátszott zeneszám adatait. Ugyanez vonatkozik a Bluetooth kapcsolatra is, hiszen Bluetooth-on keresztül is át lehet vinni ezeket az információkat. Azt sem jeleníti meg a kijelző, hogy milyen felbontásban zenél éppen mondjuk egy számítógépre kötve, bár ez nem olyan nagy hiányossága a beépített DAC szerény képességeinek a fényében. Az meg szerintem teljesen elfogadhatatlan, hogy nyelvtani hibával írja ki a DAC a Bluetooth szót a kijelzőre, amikor erre a bemenetre váltunk. Na de ennyit az építőjelegű kritikáról, mert ezek nagy része apróság, amelyek egyébként nem mondanak semmit az erősítő hangminőségéről, ami végtére is a lényege egy erősítőnek. Az Infineon által gyártott MA12070-es végfok IC 250 watt teljesítményt tudnak kipréselni magukból 8 ohm terhelés mellett, és 290 watt teljesítményt 4 ohm terhelés esetén. Az erősítő teljes harmonikus torzítása, jelzaj viszonya és csatorna szeparációja példás. Igazából rég láttam már igazán rossz értékeket ilyen tekintetben a kínai erősítőktől, tehát ezen már igazából meg sem kell lepődni. A kínai tervező mérnökök nem nagyon tudnak hibázni ebben a tekintetben. Az erősítő jó minőségben van megépítve, és természetesen kapcsolóüzemű a tápegysége. Az Infineon végfok IC-k érdekesen vannak megtervezve, ugyanis az aljukon található a hőleadó felület, tehát a nyáklap alattuk ki van lyukasztva, és oda csatlakozik be a hűtőborda. Az SMS-el nagyon elmésen ezt úgy oldotta meg, hogy a végfokokról egy alumínium közdarabbal átvezeti a hőt a készülékházra. Nagyon hatékony ez a megoldás, mert alig tapasztaltam melegedést a használat során. Ahogyan a bevezetőben is említettem, elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy hogyan teljesít az AO 200-as az A6-os ellenében, és hogy mit tudnak kezdeni ezek az Infineon végfok IC-k a már sokszor bizonyított Ice Power-ökkel szemben. Nem túl fair egyébként ez az összehasonlítás, hiszen az A6-os egy sokkal drágább erősítő volt, amikor megjelent, de mégis úgy gondolom, hogy ebben az esetben az almát az almával fogjuk összevetni. A teszteléshez a szokásos setupomat használtam, ha még nem láttátok azt a videót, amelyben elmagyarázom, hogy hogyan hasonlítok össze
hifi termékeket, akkor azt mindenképpen nézzétek meg. Digitális forrást ezúttal nem használtam, mert nem lett volna fair dolog egy dedikált AKM DAC chippel ellátott rendszert ezzel a beágyazott DA konverterrel összeereszteni. Az analóg bemeneteket így a Topping D30 Pro-val, illetve a Rega Planar 3-as lemezjátszó és a Sheet Money Phono előerősítő kombóval hajtottam meg. Az erősítő hangja első hallásra elég meglepő volt, sokkal élettelibbnek és nyitottabbnak tűnt az A6-osnál. Olyan érzésem volt, amikor a két erősítő között váltogattam, mintha az A6-os 4-3-as képaránya hirtelen 16-9-es szélességűre ugrana, amikor átváltok az AO200-asra. Remélem érthető az analógia a színpadkép méretére vonatkozóan. Később rájöttem a turpisságra, mégpedig arra, hogy az AO200-as bizony enyhén kiemel az A6-oshoz képest a közép és magas tartományokban. Nem vérlázító módon, de eléggé ahhoz, hogy első hallásra még jobbnak is gondoljuk azt az A6-osnál. Az AO200-as előadása sokkal szikrázóbb, élettelibb, de gyanítom, hogy az A6-os azért inkább közelebb van a természetes hangzáshoz, mint az AO200-as. Az AO200-as nagyon kellemesen, lendületesen és vidáman adja elő a popszongokat, amíg a Think Sort of Revolution lemezét inkább az A6-os interpretálja a valósághűbben. Az AO200-ashoz, mint általában más D-osztályú erősítőhöz, én nem ajánlanék olyan hangsugárzókat, amelyek már eleve fényesebben és szikrázóbban szólnak, hanem inkább olyannal párosítanám, amelynek a magas hangtartománya lekerekítettebb és visszafogottabb. A különbség az, hogy amíg az A6-os egy ilyen hangfalon is egy jó kompromisszum, addig az AO200-as hajlamos egy kicsit átesni a ló túloldalára. A mély hangok tekintetében nem hallok igazán nagy különbséget az A6-os és az AO200-as között, mind a kettő a D-osztályú erősítőkre jellemző könyörtelenséggel rángatja meg a mély hangszórókat, sőt talán az AO200-asba egy lehelletnyivel több megfogottságot véletlenül felfedezni, de ez is mondjuk úgy, hogy hiba határon belül van, tehát kvázi egyforma. A minőségbeli különbség egyébként általában nagyon kicsi a két erősítő között, már ami az analóg hangminőséget illeti, de mindenképpen az A6-os egyértelműen a jobb a kettő közül. Az elérhető szolgáltatásokat figyelembe véve bátran tudom olyannak ajánlani, aki inkább Bluetooth-on streamelne, vagy Spotify-t hallgat, és a CD minőségnél messzebb nemigen merészkedik a hifi világába, valamint szereti a modern ütő zenéket, mert azokat ez az erősítő nagyon élvezetesen tudja megszólaltatni egy jó hangfal párosításával. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!